Horváth Péter vagyok, nos, hát beletett pár napba, hétbe, meg felépülésbe, hogy előhoztam nektek újra ezt a könyvet. Ma olvastam ki, 2019. augusztus 22-én? Igen, 22-én. És 7 óra 5-kor, ez meg a másik. Úgyhogy, ja. És honnan tudom, hogy akkor olvastam ki? Onnan megnéztem az órát, és hát tudtam, hogy akkor volt, és akkor így megjegyeztem. Tehát 7 óra 5-kor olvastam ki ezt az új lalapálmát, hogy kijöttem meg a lalapálmát című könyvbe. Nos, hát minden más ez, mint a lalapálmát titkos kaplója. Jó kérdés tulajdonképpen. Maradjunk annyiban, hogy ez egy kicsit annyiban eltérő, hogy ez onnantól írja le, amikor megkapta a naplót Laura Palmer. De ugyebár Laura Palmer titkos naplóban az, amiben tulajdonképpen már régóta beleért, de itt azóta van beleírva, amióta megkapta a naplót. Szóval van némi különbség, értitek? Tehát, ja. Hát szerencsére kiolvastam, amúgy nem volt annyira hosszú, mint a titkos naplója. Összesen 307 oldalas. Hát a végén sok mindenki dőlt a vége felé, természetesen vannak ismert szereplők, például mondok pár a Tuskó Lady, azaz a nő a tuskójával, az inkább úgy az elején közepén található, aztán benne van a nagy szerelme, a Laura Palmernek a Bobby Bix, amint, ja igen, a srác is, aki ugyebár a harmadik évadban ő átkapta a rangot az apjának, vagyis a Twin Peaks harmadik évadjában ez van. És akkor tulajdonképpen benne van az ellenség is, Bob, hát aki tulajdonképpen Laura gondolatjában van, vagyis ő azt hiszi, Laura Palmer, de ő azt hiszi, a gondolatjában van, úgyhogy jó. Szóval, igen. Tehát meg aztán még benne van természetesen az apja, az Anna is, meg olyan női dolgok is tulajdonképpen, tehát hogy általában de nőnek mit számít annyira nagy durranásnak, hogy is mondja például ezt, szóval nemi szervek, tehát arról is van szó. Na jó, hát végülis ez lán naplója, úgyhogy logikus. Úgyhogy, ja. Na, a lényeg ez, és tulajdonképpen sok mindenbe eltér azért a titkos naplójától. Hát például az van beleírva, ami abban nincsen. Itt is vannak évek, hónapok, napok is, úgyhogy, ja. Szóval az elején mindenhol lágyos, aztán közepén már kezdett izgis lenni, de a végé, hú, na, az már tényleg izgalmas, úgyhogy, ja. Úgyhogy igen. Na hát a lényeg az, hogy szerintem ez is érdemes megvenni, ott ha valakinek nincs meg. Hát jó régi könyv tulajdonképpen, hogy mikor is adták ki? Azt mondja, a napló 1984. július 22-től írja. Hát jó régi. Jó régóta, úgyhogy ja. Na hát annyit kell mondanom, hogy én, ahogy mondtam, ezt az Árkád környékén láttam meg, és akkor mondtam, hú, ez nincs is meg, akkor most meg lehet, és akkor tök jó, és ma kiolvas, nekem nagyon tetszett, úgyhogy ja. Tehát mindenkinek ajánlom, akinek természetesen nincs meg. Igen. Na hát akkor ennél is lehet volna már ez a könyv kritika, remélem tetszett, azért dobjatok le a lájkot és iratkozzatok a csatornámra. Én Horváth Péter voltam. Sziasztok!